Sziasztok! A héten visszatér a Forma 1, és visszatérünk mi is. A mexikói nagy nem rendelkezik gazdag történelemmel, mégis egy fontos pontja a naptárnak, hiszen óriási hangulat van, a helyiek hatalmas energiával vetik bele magukat az autósportba. Fontosságának ékes példája, mai videónk témája, a Rodriguez testvérek története, akikről a Mexikóváros közelében fekvő pálya a nevét is kapta, Ricardo és Pedro Rodriguez, a 60-as évek sztárjai, Kezdjük is rögtön a fiatalabb testvér történetével, Ricardo, -val. Ricardo Valentin Rodríguez de la Vega 1942. február 14-én született, iszonyú tehetséges volt, óriási potenciállal, korábban páratlan karrierrel. Többszörös nemzeti bajnok volt motorral, majd 15 éves korában váltott négy kerékre. Riverside-on debütált a nemzetközi porondon, megnyerve a saját kategóriáját egy Porsche volánja mögött. Egy évvel később, 1958-ban Le -ban akart indulni, de visszautasították a nevezését, mert túl fiatal volt 16 évesen. Ám első próbálkozása egy évvel később, 1959-ben eljött, de egy vízpumpa hiba miatt kiestek végül. 1960-ban aztán egy ferrari a második helyen ért célba a legendás francia futamon, ezzel 18 évesen és 133 naposan állt a dobogón, ami a mai napig rekord. 1961-ben és 62-ben is próbálkozott Mans-ban, de mindkétszer kiesett, így a győzelem elmaradt. 19 évesen már F1-es ferrari vezetett az 1961-es olasz nagydíjon, és a második helyre kvalifikált, ezzel Max Verstappen 2016-os belga nagydíjon elért második rajthelyéig, ő volt a legfiatalabb pilóta valaha, aki elsősorból indult egy F1-es versenyen. A futamon a győzelemért is küzdött, sajnos egy műszaki hiba megfosztotta őt a nagy lehetőségtől. 1962-re természetesen az olaszok számoltak Rodriguezzel, de kora és csiszolatlansága miatt nem használták állandó pilótaként az ágaskodó lóval fémjelzett listálónál. Így arra is jutott idő, hogy megnyerje a híres Targa Flóriót, cserébe, mikor lehetőséget kapott a Forma 1 azonnal látszott, miért tartották a jövő nagy bajnokának. Második lett a bajnokságon kívüli Gipin, negyedik lett a belga nagydíjon, hatodik a német nagydíjon egy olyan Ferrari-val, ami közel sem volt olyan versenyképes, mint egy évvel korábban. Sajnos karrierje iszonyú korán ért véget. 1962-ben a bajnokságon kívüli mexikói nagydíjra a Ferrari nem nevezett autót, így Ricardo egy Lotus 24-essel indult, és az első nem hivatalos edzésen november 1-én életét vesztette. A jobb hátsó felfüggesztés megadta magát a peráltádában, a lótusz pedig a korlátnak csapódott, azonnal megölve a fiatal mexikói zsenit. A sors különös fintoraként ugyanott versenyzett Forma 1-es VB futamon utoljára, mint ahol először. Monzában és ugyanúgy kieséssel fejezte be Forma 1 pályafutását, mint ahogyan elkezdte. Emlékét a már életében létrejövő Scuderia Rodriguez őrzi, Mexikót annyira megrázta az eset, hogy nemzeti gyászt rendeltek el. Bátja, Pedro Rodriguez de la Vega 1940. január 18-án látta meg a napvilágot, és öccséhez hasonlóan ő is motoros bajnokként váltott négy kerékre. Első nemzetközi autóversenye az 1958-as Nassau GP volt, ahol egy ferrari indult. Kapcsolata az olaszokkal egész karrierjét végigkísérte, 62-re F1-es ülést ajánlottak neki, de Pedro visszautasította, mondván van egy üzlete Mexikóban, amit vezetnie kell. Azon a bizonyos 62-es mexikói nagydíjon ő is rajt állt egy privát autóban, mikor öccse meghalt, azonnal visszalépett az indulástól, és a visszavonuláson is elgondolkodott teljesen érthető módon. Végül nem vonult vissza, és felsorolni is lehetetlen mennyi mindent csinált próbálkozott az Indy 500-on, indult a Targa Florion és a NASCAR-ban, versenyzett a tiszavirágéletű életű Kenem sorozatban, többször megnyerte a 24 órás Daytonai küzdelmet, az 1000 kilométeres Monzai futamot, második volt az 1000 kilométeres Nürburgringi versenyen, 14-szer indult Le Mans ban ahol 1968-ban megnyerte az összetettet egy Ford GT40-nel, az autó valaminek történetét hamarosan a mozikban is láthatjuk, és autók terén is kifejezetten sokoldalúnak számított, vezetett Ferrari-t, Fordot, Porsche-t, BRM-et, Coopert és lotus is. 1967-ben a, szezonnyitó dél-afrikai Dion győzedelmeskedett, életében először a Forma 1-ben, de a szervezők nem tudták a mexikói himnusz lejátszani neki, mivel nem volt meg nekik, így Pedro egy mexikói zászlóval és egy mexikói himnuszt tartalmazó felvétellel utazott, bárhova is szólította őt a sebesség iránti oldhatatlan szomja. Második és egyben utolsó győzelmét a Forma egyben az 1970-es belga nagydíjon egy BRM-mel. 71-re esélyes lehetett volna egy erős f es szezonra, de a Norris Ringen tartott 200 mérföldes sportautó versenyen eljött a vég. Egy lassabb pilóta beleszorította a falba, és a Ferrari 512M lángra kapott, csapdába ejtve az idősebb mexikói testvért. A még kiemelték, ám nem sokkal később belehalt sérüléseibe. A Rodriguez testvérek megteremtették a mexikói hosszútávú versenyzés alapjait, és hatalmas szint és szenvedélyt hoztak a Forma egy világába is. Talán érthető, hogy miért nevezik a mexikói pályát Hermános Rodrígueznek, azaz Rodríguez testvéreknek. Köszönjük a türelmet, köszönjük a rengeteg támogatást. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!